Szabad a vásár, szabad a tánc, és talán még a csók is. Minden, ami a középkorhoz kapcsolódik, az most megelevenedik itt a belvárosban, Székesfehérváron. Kofák, kalmárok, sőt még tolvajok is vannak itt a belvárosban, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. Fehérvár belvárosában sétálva a középkorba képzelhetjük magunkat. A koronázási ünnepi játékok keretében belecsöppenhetünk a régmúlt idők korába, a magyar történelem fontosabb periódusaiba. Megismerhetjük a középkori kultúrát, hagyományokat, hogy miért üldözték a boszorkányokat, miért égették el őket, de azt is, hogyan mostak a nők több mint 1000 évvel ezelőtt, vagy éppen hogyan készítettek kötelet a férfiak. A Szabad Színház életképei által magunk is tanulni lehetünk történelmünk kalandjainak. Pergőnyelvű kofák, ravasz kalmárok, minden adott itt Székesfehérvár belvárosában ahhoz, hogy a középkori hangulatot megteremtsük azoknak, akik ellátogatnak ide Székesfehérvárra. Legyenek azok a helyiek, vagy éppen a turisták, vendégem pedig nem más, mint Nagy Judit, a Szabad Színház művészeti vezetője. Mi az, amivel idén készültek, ugye kitelepültek ide a Városházára, mi fogadja azokat, akik erre látogatnak? Egy valódi középkori hangulat fogadja a turistákat is, városlakókat is. Megpróbáljuk megmutatni, hogy milyen lehetett egy középkori város. Hát itt mögöttem például a lányok mosnak, tanítják a kicsiket mosni, de kiteregetjük, középkori párakaput csinálunk a járókelőknek, jól esik egy kicsit, hogyha a nyakukba csöpög ez a kis hűvös víz, aztán odába gyerekekkel játszanak, lehet borsót, lencsét válogatni, aztán odább egy felcser, dottore fertő várja a szépülni vágyókat, meg az egészségre vágyókat, különböző középkori szerekkel, tébolyda például a szellemszabadításokra talál ki különféle mókákat, hát aztán vannak perpatvarok, ugye előfordulnak piaci lopások, előfordulnak ítélethozatalok. Aztán most éppen mit láthatunk egyébként, mit láthatnak a nézők? Hát gondolom, hogy a bíró urat megsértette valaki, vagy éppen lehet, hogy kiborította a serblit az utcára, és valakinek a nyakába ment, ugye ez elég gyakori volt, hogy a bilit az utcára ürítették annak idején. Aztán hát itt látjuk a szerencse, középkori szerencsejátékokat, a kockázókat, látjuk a malomjátékot, a gyerekek karikadobálást csinálhatnak. Aztán hát odább pedig a középkori kocsmában láthatunk különböző jeleneteket, van egy kikapós kocsmárosnénk, és hát ugye elég gyakran látogatják itt a kocsma közönségéből ezt a kocsmát, most is látszik, hogy a lába kandikál fölfele annak a kocsmárosnénak, hát időnként kiugranak az ablakából fiatal emberek, aztán itt hát igen, most is éppen ez zajlik, hogy megjött a férj, és a kocsmárosné éppen próbálja menteni a menthetőt. Aztán odább pedig látjuk, hogy a boszorkány wellnessben mosdatják az arra jövőket. Ott a kútba, aki belenéz, hát az megláthatja a jövőjét. Aztán ott a sarokban pedig egy kis boszorkány konyha, ott látom, hogy már föl is tették a boszorkányt a mágjára, ott a középkori kapunál, és hát van két katonánk, aki üldözi a boszorkányokat, és hát az inkvizíció az még itt játszik ebben a korban, úgyhogy fogdossák serényen a boszorkányokat, elítélik őket, aztán meg mindenről persze krónikákat ír. Anonymous is itt van valahol egyébként, csak most éppen nem látom, hogy hova, de hát ez a lételeme, ugye, hogy eltűnjön Anonymous. Úgyhogy egész nap ilyen érdekességek vannak a középkori piacon, gyakorlatilag 9 órán keresztül naponta. Ugye ma péntek van, szombaton is kint leszünk, és augusztus 20-án is kint leszünk, és 4 órakor pedig egy érdekes
utcaszínházi előadást csinálunk, részben az óriásbábokkal, amelyek mögöttem láthatóak, részben pedig a gólyalábasok segítségével, ők az anonim muszkák, és a Szubrózó Együttes közreműködésével Pannon mesék lesz a címe. A vértesről szól, környezeti legendákról tulajdonképpen. Nagy Juditnak köszönjük szépen, ahogy tehát hallhattuk és láthattuk, érdemes ellátogatni ide Székesfehérvárra, de aki esetleg lemaradt volna így pénteken, tehát a mai nap folyamán ezekről a középkori hangulatokról, a kofákról és a Szabad Színháznak az előadásáról, az még megteheti, hogy ellátogat ide, ugyanis vasárnapig itt lesz a Szabad Színház a belvárosban. A népes forgatagban tehát mindenki megtalálhatja a kedvére való elfoglaltságot. Perpatvarok, vásári jelenetek, interaktív gólyalábas vásári komédiák, szerelmi történetek, boszorkányégetés, zászlóforgatás. Ez csak néhány azok közül, amelyekkel a belvárosban találkozhatunk. Középkori hangulatot mi sem idézheti meg jobban, mint az igazi reneszánsz muzsika. És a legfontosabb kellékek egyike, amely a középkor védjegye, az igazmondó jóskártya sem maradhatott el. De a középkornak megfelelően a különböző kézműves elfoglaltságok is helyet kaptak a piacon. Milyen erős volt a legény? Yeah.
emeljed, emeljed úgy. Szépen. Gyere ide, majd kicsit veszem. Itt például merített papír készült. Mi az, amit itt kipróbálhatnak a gyerekek, illetve a felnőttek egyaránt? Érdekes a látvány. Hát itt papírt lehet készíteni, kézzel merített papírt, ahogy készült, mint tudom, pár száz évvel ezelőtt. Itt a kötélverést mutatom be, a kötélkészítő régi embereknek a mesterségét, akik vizek mellett éltek például, és a hajósok számára gyártották a kötelet. Ez egészen az ipari forradalomig egy komoly megélhetési forrás volt, mert szükség volt a kötélre, és kézzel csavarták. Meg is mutatom nektek ezt a gépet, amivel mi ezt készítjük, vékony kenderfonából. Itt látható. Ez egy ilyen kampós szerkezet, amit most leakasztom róla ezeket a toldalék kampókat, de az a lényege, hogy mind a négy kampóra egy vékony kötél kerül, amit aztán messzebbre kihúzunk, és ez, hogyha tekerik, akkor így összesodorja a kötelet. Na, ezt próbálhatják ki itt a gyerekek, de persze nem ilyen nagyon vastag kötelekben, hanem karkötőnek, nyakláncnak kipróbálhatják, hogy hogy működik ez a kötélverőgép. Én pedig bemutató jelleggel kötőfékeket készítek, hiszen az is egy fontos része volt a kötél készítő embereknek, hogy utána megcsinálták a lovak, akár a lószerszámoknak a kötélből készült részeit. Itt látható egy ilyen rámafa, amin én ezt a kötőféket megcsinálom. Díszítő szerepe is van ezeknek a keresztirányú fűzéseknek, illetve ez a stabilitását megadja. Mutatok egy kéz darabot is belőle. Meddig tart egy ilyet elkészíteni, és mire funkcionál? Egy ilyet körülbelül, hát nekem egy olyan fél óra elkészíteni, és a lónak a fejére tették rá, és a lónak a vezetésére, a kézzel való vezetésére, a kikötésére szolgált annak idején. Ez a ló fejére ráilleszthető, összecsomózott, és az állat számára kiméletes tartási mód, hiszen egy több szából álló puha, de erős anyagról van szó. El vagyunk maradva a mocsás elé, lusta a fehér. Mi? Hát ez az utcsó is. Borzasztó. Hát ne nevel meg őket. Hát ki, ha meg fog őket nevelni. Hát nem. Nem tetszik, inkább mossad, de... Borzasztó a fehérnél. Bassza, még visszabeszél. Fejedben őnek, ha így csinálod. Borzasztó. De aztán muszáj, mert a kedves vendégeknek muszáj a középkori pára kaput, kérem szépen. Ez a legjobb mulatás. Átkő alatta menni, és püssít, kérem szépen. Úgy hívják a maiak, hogy párakapu, ezért neveztük el, mint középkori párakapunak. Eléggé hűsítken, nem próbálja ki? Hát te se kipróbálja ki. Menjen egyenesen. Nagyon jó. Ugye, hogy hűsít? Jobb, mint a mostani. Hát sokkal eredeti. Én nem tudom, milyen az a mostani, hogy csinálják, de hát ez... Szerintem minden felülmúl. Egyetértek. Kérem szépen, meg hát hasznosítsunk már valamire, hát nem, hát száradnak a ruhák közben, mivel hűsülünk, úgy ám. Ken nem segít nekünk mosni? Vannak itt szép lányok. Kentek? Hát kérem szépen, miért? Ne legyenek félékek. Hát egyszer mindenkinek meg kell tanulni. Nem a gépek mossák. Micsoda párakapu? Hát dobjad! Úgy! Szép dobás volt! Végre valamiben kent is használatos. Itt pedig egyensúlyjátékra hívták a kicsiket. De ma megint a maja pápu. Nagy, egy fekvő támad, visszahelyezhetem? Jó. De nagyon... Ügyesen próbálkozni. Egy fekvő támad. Ja.
Kettő fekvő támasz. Jaj, ez esni. Hát, ó, négy fekvő támasz. Próbálhatjuk esetleg a fejére, vagy a vállára tehetem? Jó? A kezeket is tartjuk. Ó, ez nagyon könnyű, kérem szépen, akkor tegyünk még a fejedre is. De az új frizurában, cselé frizurában az is elég könnyű lesz. Lassan, mert növekszik a négy darab fekvőtámas, most öt darab. Nagyon ügyes vagy, szerintem most mit tegyünk egyet a lábára. Jó? Úgy gyorsan tetszik haladni az ügyi úr. Nagyon ügyes lovag lesz belőle, úgy gondolom. Öt fekvőtámas. A Szabad Színház Társulata mindent megtesz annak érdekében, hogy a járókelők igazi középkori hangulatba képzelhessék magukat. Pedig nem nagy ördöngőség, mondjuk a neve az Ördögbot. Hogy jöjjön, meghívom már Kisfröccsre. Nem? Ha nem, ha nem! Akkor meg jöjjenek ki, meg illeszünk három napon keresztül! Kis csillagom, mert oda kell vissza, igen, hogy etessen. Na hát ez egy nagyon jó téma, kamerásnak. Jaj, a gondos. Oké. Kocsa fekvő támasznak, meg ugrálnak. Én fekvő támasznak. Hát de kis uram, az új körök. Uram, a hölgyek kell szabadni. Azt a három pörgetés. Az öt most már? Akkor jön a kis. Négy. Egy meg. Nem hatért jövök. Legyen vagyok egy kis. Jó van. És vége? És még vár. Lehet várat ennyi. Raj, ki kell húzom. De jó. De csak egy vára, igaz? Most még csak egy vára. Szia, apu! Mi meg két vára lesz? Megjött apu! Csókolom, hát megbeszéltük, ugye már küldetést is beeszközölünk gyorsan, jó? Nagy melegbe küld az. Ha ingyenes a fürdetés, kezicsókot, tessék közelebb jönni, nem? Na majd akkor délután találkozunk, addig még melegszik egy kicsit az idő. A városi forgatag a helyieket és a külföldieket is egyaránt magával ragadja. Magával tudja ragadni az embert. Elsősorban a gyerekprogramokat keressük, ugye egy a három csemetével. Úgyhogy ezért jöttünk, hogy nekik találunk-e valami gyerekprogramot. Nagyon jó. Nekünk nagyon jó a hangulatunk. Én egyébként nem itthon élek Angliában, úgyhogy mi egy hétig maradunk még, és nagyon szeretjük. A kislányomnak épp ott fonják a haját. És majd este jövünk a harmadik Béla szertartási játékra,
a barátom feleségével, meg a kislányával, meg voltunk már a Balatonon is, de nagyon gyönyörű Fehérvár, rengeteg program van, nagyon örülök, hogy... Ugye említett, hogy Angliából érkeztek haza, de milyen érzés hazajönni ebbe az igazi magyar birodalomba? Jaj, mindenféle érzés. Már nem vagyok olyan fiatal, és az emberbe kialakulnak ilyen, a gyökerei egyre erősödnek, fölültünk a kisvonatra, ott is majdnem elsírtam magam, tehát ilyen erős érzések, honvágy is, de azért nekünk már Anglia is az otthonunk, 20 éve kint élünk, úgyhogy ilyen kett, tehát mindenféle érzés. We like this town, yes. We come from Holland. I come from Rotterdam. Nagyon tetszik nekünk a város. Mi egyébként Hollandiából, Rotterdamból érkeztünk ide. Szerettük volna jobban megismerni a várost, ami egyébként nagyon tetszik nekünk. Fehérvár nagyon szép. Meglátogattuk a folkesteket is, tetszett a tánc és a zene is. International dance group and it was very I like this music and very nice to see them. Felhoznak a gyermekek közé, felhoznak a gyermekek közé, felhoznak a kurtarámú középkori népségnek tudtára adatik, hogy a Székesfehérvár környenő erdők és puszták réme a csáréfogú szőkatyástról megfogatott! A búzatáblák megdézsmálója, a junyájok megpocséklója, a szűzlányok molesztálója, a kiteregetett bugyogók ellopója. Imhol az igazság és a törvény kezére került. Alvás közben dohos-büdös barlangjába érte őt tetten a gólyalábasok igazságosztó serege, azért áll ilyen csárén a szája, le van kókadva még az ajaka is, a haja meg úgy áll, mint a szarkafészek, kilángattuk vetetlen ágyából, hogy az igazságszolgáltatás színjelé vigyük, az utunkat a paszarkányok és jó sok utcájába vesszük, ahol a csárélábú troll elítéltetik. Kedvére ihat, mulathat és táncolhat, tornozolhat! Vendégeink lesznek kentek egy kupica pálinkával, és egy jófajta borra, hogy ellopták ezt a rusnyát! Hova az a kupica bor? Hagyjátok! Mit tartja a száját? Most, amikor kéne, tartja a száját! Nekem egyébként learabta a troll a fülemet! Jaj, mikor tette? A Szabad Színház Társulata vasárnapig várja a középkorba vágyókat a Városház téren. Este 21 órakor a Nemzeti Emlékhelynél pedig elkezdődik a koronázási szertartás játék első felvonása. Szemtanúi lehetünk harmadik Béla koronázásának, tehát érdemes lesz a hétvégét is a város szívében tölteni.